A körzet önkormányzati képviselője azt mutatja, hogy a társasház alapját ugyan lefektették a szakemberek, és az építkezéshez szükséges daru is a helyén áll. Évek óta mégsem történt semmi a területen. Nem tudja, hogy ez. Farkas László szerint számos közelben élő lakó panaszkodott már a területen uralkodó áldatlan állapotok miatt. Mint mondja, sokan félnek attól, hogy egy erős szél egyszer feldönti a munkagépet, és a gondozatlan telken a gazosodás is gyakori problémát jelent. Nagyon sajnálom, hogy nem jött létre, mert azóta, 4 év óta valóban megy a vita minden évben, hogy a gazt kivágja le, ugye megnő 1 méteresre a gaz, nagyon sokan allergiásak a különböző virágporokra és ilyen virágmagokra. Hogy hol van a tulajdonos, nem tudni, hol van a vállalkozó, azt sem tudni. Ezt a telket a képviselő tájékoztatása szerint 2007-ben adta el a város azért, hogy az otthonteremtő program keretében a Gellért utcai társasház működéséhez hasonlóan támogassák a székesfehérváriak lakáshoz jutását. A ház 18 lakásába nagy családok költöztek volna. Eladó, ez olvasható a soha fel nem épült társasház kerítésén. A leendő vásárlók azonban nehezen tudnának üzletet kötni. A megadott telefonszámon ugyanis senkit nem lehet elérni, legalábbis stábunknak nem sikerült. Mivel a terület magántulajdonban van, az önkormányzat semmilyen intézkedést nem hozhat. Azt tehát 4 év után sem lehet tudni, mi lesz a daru és a telek további sorsa.